Jó napot kívánok, Gyula Iván vagyok. 4 éve már, hogy az Ember és Környezet kímélő kertművelés című filmet forgattuk, és nagyon-nagyon sokan látták, most már több mint 140 ezeren, és nagyon sokan bele is kezdtek ebbe a kertészeti módszerbe, rengeteget kérdeznek, sokan elégedettek, sokan csalódottak, és arra gondoltunk, hogy készítünk egy filmet, hogy azokra a kérdésekre, amik leggyakrabban feltesznek a számunkra, ezekre én most itt élőbe tudjak válaszolni. Szeretném megmutatni, hogy 17 éve, amióta ezt a módszert folytatom, hogyan változott a talaj. Ahhoz, hogy ezt szemléltetni tudjam, itt a kerttől egy méteres távolságból szeretnék ásni egy talajszelvényt, megmutatni azt, hogy mielőtt elkezdtem, hogy nézett ki ennek a kertnek a talaja. Hát próbálnám benyomni ezt az ásót, de ezt így nem sikerül igazán. Hát talán elég is lenne ebből a kínlódásból. Akkor most itt a kertbe szeretném megmutatni a talajt, ehhez képest. Hogyan lehet eljutni a laza mély televényig? A válasz a mély mulcs. A mély mulcs komposztálásra előkészített, minden ősszel megújításra kerülő talajtakaró. Ilyen talajtakarót azt tud legjobban készíteni, aki tisztában van a komposztálás alapjaival. A komposztálódáshoz 4 feltételt kell teljesíteni. A megfelelő szén-nitrogén arányt, az elegendő oxigént, nedvességet és szemcseméretet. A szerves anyagokban általában több a szén, mint a nitrogén. A két elem arányát nevezzük szén-nitrogén aránynak. A mikroorganizmusok, magyarul paránylények a szénből nyerik az energiát, építik fel a testüket, a nitrogénből pedig a fehérjét, örökítő anyagot, sejtszerkezetet. A komposztálódás akkor a leggyorsabb, ha az elegyben egy egységnyi nitrogénre 30-35 egységnyi szén jut. Ez a bűvös szám onnan származik, hogy a komposztálódás első fázisában közreműködő paránylények ebben az arányban igénylik a nitrogént és a szenet. Mire a folyamat befejeződik, a kész komposztban egy nitrogénre 10 szén fog jutni, mivel a szén elhasználódott az energianyerésben. Ha a szén ennél az aránynál több, akkor a folyamat lelassul, viszont ha a nitrogén van túlsúlyban, bűzös, folyós, erjedő elegyet fogunk kapni. Az elegendő oxigén a lebontást végző paránylények életfunkcióihoz szükséges. A megfelelő mennyiségű levegő egy közepesen laza, de semmiképpen nem túl laza és nem is tömörödött takaróban biztosított. A nedvességtartalomnak 40% körül kell lennie. Ha túl sok benne a nedvesség, akkor az kitölti a pórusokat és kiszorítja a levegőt, így nem lesz meg a kellő oxigén. Ha viszont túl száraz, akkor pedig a lebontást végző paránylények nem kapnak elég vizet az életfunkcióikhoz. A takaróba nem kerülhetnek nagyon nagy és túl kicsi méretű humuszképzők sem. Optimálisnak az 1-2 mm átmérő anyagok tekinthetők. Ha nagyon aprók a részek, akkor ugyan a lebontó szervezetek jól hozzáférnek, viszont a tömörödésre való hajlam miatt a levegő kiszorulhat belőle, mint például nyírt gyep nyesedéke vagy fűrészpor esetén. Az ilyen anyagokat más, megfelelő méretű anyagokkal keverni kell. A túl vastag átmérőjű anyagok, gajak, ágak, növényi szárak viszont azért nem megfelelők, mert csak kis felületen jutnak hozzá a lebontó szervezetek, így azok korhadása hosszú időt vesz igénybe. A 4 feltétel közül a legnehezebben érthető a megfelelő nitrogén szén arány. A jobb megértés érdekében 2 nagy csoportba sorolhatjuk ezeket a szerves javakat, nyers és rostos humuszképzők. A nyers humuszképzőkben a nitrogén arányaiban nagyobb mértékben van jelen, mint az optimálisnak tekintett 1:30-35-höz nitrogén szén arány. Ilyen zöld javak a frissen kaszált fű, a fűnyírásból származó nyesedék, a földből kihúzott vagy tőről levágott zöld növény, zöld falevél, faág. Mikor ezek a nyers humuszképzők kiszáradnak, akkor a nitrogén szén aránya is változik bennük, egy ponton túl arányaiban túlsúlyba kerül a szén. A gabonák zöld szárából szalma lesz, a lekaszált fű megsárgul és szénának fogjuk hívni, a zöld falevélből avar lesz, a fából fűrészpor, faforgács, kéreg.
Amikor a folyamat átvált a nyers és rostos humuszképzők határán, az anyag optimális állapotban van a nitrogén szén arány tekintetében. A falevél ősszel lehullik, a fű megsárgul és betakarja a felszínt, ezek az állapotok képviselik az optimális nitrogén szén arányt. Akinek kertje van, általában gondot okoz, hogy mit tegyen a levágott faágakkal vagy a letört ágakkal, és általában ilyenkor az emberek tavasszal elmennek valami kölcsönzőbe, kihoznak egy aprítógépet, bedugják a konnektorba, és elektromos áram segítségével ledarálják a fát, és még hogyha komposztálnak is, akkor ugye ezt komposztként szokták hasznosítani. Szerintem ez teljesen fölösleges energiapocsékolás. Én azt szoktam tenni, hogy a különböző években ilyen hurkákat készítek belőle. A nap majd megszárítja, elvégzi ezt a munkát, amit az aprítógép egy idő után, illetve hát én vagyok a végén az aprítógép. Itt lehet látni egy 3 éves hurkát, és ilyenkor, amikor ez már megfelelő módon kiszárad, akkor az ember ez csak így a lábával összetaposgatja. Két haszna van ennek a folyamatnak. Az egyik, hogy ez a hurka, ami itt épült, ez egy remek élőhely, addig, amíg a lábammal nem töröm össze, de majd aztán utána is. Tehát ebbe fészkel nekem tavasszal az ökörszem, van benne sün, néha megtalálom benne az erdei siklót. A lényeg az, hogy ez egy élőhely, oltalmat ad azoknak az élőlényeknek, akik utána majd segítenek nekem a kertben, a kertészeti munkáknak a elvégzésébe. A másik haszon pedig, hogy itt van hatalmas nagy tömegbe, minden további nélkül ezeket a korhadó részeket tudjuk használni a mulcs vagy a komposzt készítéséhez. Most pedig ismerkedjünk meg közelebbről a humuszképző anyagokkal. Az a kupac szalma, tekintettel arra, hogy arányaiban, ugye a nitrogén, ehhez képest a szén, ez az 1:30-as arányhoz képest több benne a szén. Körülbelül olyan 1 nitrogén, 60-80 szén körül lehet annak a nitrogén szén aránya, ezért ez egyértelműen rostos humuszképző. Itt a kisebb kupac, ahol most épp a kutya ment, az széna. Ugyanúgy rostos humuszképző, mint a szalma, de a két anyag nem egyenértékű. Említettem azt, hogy fontos szempont a nitrogén szénarány, de ugyanilyen fontos a oxigén, a nedvesség és a szemcseméret. Most a szalma az egy kitüntetett helyzetben lévő rostos humuszképző azért, mert a szalma szár üreges, és ezért sok benne a levegő. Ez a disznóparé, nedves, nyers humuszképző. Ezek a szárak, hogy tetszenek látni, már felmagzottak. Ugyan ez kiváló a komposztáláshoz, tehát ezt az anyagot komposztálhatjuk, de mulcsba soha ne rakjunk kimagzott növényeket. Mert egyébként a mulcsba elültetjük ennek a disznóparénak a magjait, és akkor a következő évben a mulcssal együtt disznóparét is fogunk majd szüretelni. Ez a sárguló, száradóban lévő anyag, ez könnyen megmenthet bennünket, mert hogy a legtöbben arra panaszkodnak, hogy nekik nincs állatjuk, nem keletkezik alom, szalmát se tudnak szerezni, mivel mulcsoljanak. És ez az anyag ilyenkor az ősznek a kezdetén, vagy akár még késő őszig is, kiváló anyag arra, hogy ezzel takarni tudjunk. Ez még ebben az állapotában nyers humuszképző, de ahogy egy kicsit még tovább szárad, tehát már látjuk benne, hogy ilyen sárguló, barnuló levelek vannak, egyébként ez a fekete nadájtőnek a levele, tehát ez már közel van a megfelelő nitrogén szén arányhoz, ez az 1:30-as, és ha még egy kicsit szárad, akkor teljesen megfelelő lesz. Tehát ezzel nyugodtan tudunk mulcsolni. Ez viszont már egy zöldebb állapotú anyag, ez egyértelműen nyers humuszképző, és még egy kicsit messze van attól, hogy optimális nitrogén-szén összetételű legyen. Sokan levágják a gyepet, én direkt nem hoztam ide gyepet. Az állandóan vágott gyep, apró szálú kis fűszálacskák nem alkalmasak önmagukban arra, hogy takarjunk vele, vagy hogy még komposztálásra sem alkalmasak, önmagukba keverve igen.
ha ilyen anyag keletkezik, már pedig sokan nyírják a gyepet, akkor értelemszerűen azok nyers humuszképzők. A mezőgazdaság trágyának tekinti azokat az anyagokat, amelyek a talaj termőképességét javítják. Ezek lehetnek adalékanyagok, zöld trágya, istállóalom. A trágyaféleségeket érdemes megkülönböztetni a bennük lévő nitrogén-szén arányfüggvényében. Hát az van szerencsés helyzetben, akinek van valamilyen számos állatja. Ez a kupac, amit itt látunk, ez az úgynevezett 24 órás istállóalom. Ez azt jelenti, hogy az állat 24 óra időtartamon keresztül áll rajta, talán ez alatt a 24 óra alatt az állat a vizeletét és a székletét rá fogja üríteni, a lábával összekeveri, és akkor keletkezik ebből egy olyan keverék, amiben a szalma, mint rostos humuszképző, és az állati ürülék, mint nyers humuszképző benne van. És ezért ez az anyag, ez a 24 órás istállóalom tökéletes a megfelelő nitrogén szénaránynak. A taligában lévő voltaképpen semmi más, mint ló ürülék. Ez maga csak a széklete az állatnak, hogy amikor ürülékről beszélünk, akármilyen állatnak vagy embernek az ürülékéről, akkor az alapjában kétféle. Az egyik a vizelet, a másik pedig a széklet. Tehát itt a lónak kifejezetten csak a székletét láthatjuk. A legtöbb nitrogén arányaiban a szénhez képest a ló vagy a tehén vizeletében található, de akár a sajátunkban is. A leginkább nitrogéndús az mindenevőknek, így például az embernek is a vizelete, ahol egy egység nitrogénre csak 0,8 egységnyi szén jut. Tehát magyarul mondva a vizelet, ahogy a friss alomba is látjuk, az kiválóan alkalmas arra, hogy a rostos humuszképzőt, ami szénben dús, azt nitrogénben gazdagítani tudja, és megfelelő mulcsanyag keletkezzen belőle. Most a széklet már nem annyira nitrogén dús, mint amennyire a vizelet, hiába állati ürülék. A különböző állatoknak más-más módon viselkedik az ürülékük. Hát aki állattartó tudja, hogy a legmelegebb trágyának a lótrágyát szoktuk tekinteni, ez nem véletlen, a ló az hanyagul emészt, rengeteg rostot hagy a székletébe. Nagyon jól lehet látni ezen az anyagon, hogy mennyire rostos szerkezetű ez az ürülék, ami azért jó, mert nem túl finomak benne a szemcseméretek. Most ennek a nitrogén szén aránya, ez már szinte közel van az optimálishoz, ilyen 1:20, 1:22 környékén lehet. Ezt már szinte azt tudom mondani, hogy egy az egybe alkalmazni lehetne mulcsanyagnak. Most más állatoknak az ürüléke az hasonló, csak a rostoknak a mérettartománya az nem ilyen durva, mint a ló esetében. Tehát például gondoljuk arra, hogy a tehén az egy ilyen platty módon üríti ki magából a székletét, és nagyon finomra vannak a rostok őrölve benne. Még egy anyag lenne, amit akár ide is hozhattam volna, de szimbolikus értéke van annak, hogy mégsem hoztam ide, ez pedig a falevél. Most elmondtam azt, hogy ahogy változik valaminek a nedvesség tartalma, úgy lesz nyers humuszképzőből rostos humuszképző. És ebben a folyamatban van egy optimális pillanat, amikor olyan nedvességi állapotban van még az anyag, de már kiszáradóban, amikor a nitrogén szénarány optimális benne. Pontosan, amikor a falevél a fáról lehullik, akkor az olyan állapotban van, hogy nitrogén szén aránya optimális. Amikor a fán zöld a levél, akkor nyers humuszképző, pont amikor lehullik, akkor megfelelő nitrogén szén aránya van, és amikor elkezd kiszáradni a talajnak a felszínén, akkor átvált rostos humuszképzőbe. Tehát a frissen hulló falevél az kiváló lenne arra, hogy ezt takaróanyagként használjuk fel. Amiért mégsem hoztam ide az, hogy nem etikus először is az erdőből kihozni a falevelet. Másodszorban jó lenne, hogyha az emberek a bokrok meg a fák alól sem szednék össze a leveleket. Hát ha
megfigyeljük, akkor az a vastag avartakaró, ami keletkezik a fáink alatt, az kora tavaszra eltűnik onnan. A földi giliszta ott abban a fa alatti talajban lakik, ugye ő az, aki ezt behúzogatja a járataiba, és elkorhasztja, és táplálékként szolgál számára, és utána a talaj felszínén az ürüléke formájába, mint humusz a felszínre rakja. Az lenne a jó, hogyha az emberek ott hagynák a falevelet, nem dolgoznának vele, mert a gyümölcsfájuknak arra bizony szüksége van, hiszen ott is egészséges talajra lenne szükség. A mélymulcs célja a talaj szerkezetének és élővilágának regenerálása. A legklasszikusabb mulcsféleség, amikor valaki szalmával mulcsol, az előzőeket figyelembe veszük, a szalma rostos humuszképző, nincs belé elég nitrogén, tehát nem fog talajt építeni, arra jó, hogy védi a talajt a kiszáradástól, védi az eróziótól, de a talaj újraépítése, az élővilág újraépítése szempontjából nem megfelelő. Ugyanez vonatkozik az összes többi rostos humuszképzőkre. Itt van ez a zöld anyag, amit levágtunk, nevezzük ezeket zöld javaknak. Ezt nevezzük egyébként zöld mulcsnak, tehát hogyha valaki ezzel takar, akkor egy nyers humuszképzővel takar, itt pedig azzal szemben, ahol a rostosnál túl sok volt a szén, itt pedig túl sok a nitrogén. Ez megint csak ahhoz vezet, hogy a túl sok nitrogén eltávozik ebből az elegyből, ammóniumnitrát formájába a talajba kerül, olyan, mintha műtrágyáznánk, másrészt pedig ammónia formájába a levegőbe. Tehát önmagában annak ellenére, hogy ezeket használják mulcsként, ezt én személyesen nem javaslom. Ezen túl ismerünk még úgynevezett élő mulcsot. Az élő mulcs az azt jelenti, hogy különböző takarónövényeket használunk, és ezek a takarónövények folyamatosan borítják a felszínt. Gyakorlatilag a egynyári kultúrák helyett a kultúra folyamatos, mint ahogy a természetben is folyamatosan van borítottság a felszínen. Ismerjük még a földmulcsot, amikor kész komposzttal vagy földdel mulcsolunk. Ez nem rossz, viszont ami hiányzik róla, az az úgynevezett avarszint, amit már sokszor emlegettem, hogy mindig talajnak a felszínén kell, hogy legyen egy kiszáradó avarréteg vagy szalmaréteg, ami ezt az úgynevezett null vagy ószintet biztosítja. Nézzünk meg egy mély mulcsot. Egy komposztálásra alkalmas elegyet fogunk összerakni. Tudnunk kell, hogy soha nem szabad száraz felületet betakarni. Ha esett az eső, ha elég nedves a talaj, nincs szükség pótolni a vizet. Viszont száraz időben nedvesíteni kell a talaj felszínét. Ha minden jó volt, akkor az előző évemből itt maradt ez a avarszint, ugye ez nem korhadt el, és akkor ezt tekinthetem úgy, hogy itt már kiterítettem egy rostos humuszképzőt. Tehát ilyenkor belocsolom a felszínt, és nagyon cifra dolgokat mondtam itt nitrogénről, szénről, egy kicsit szeretném egyszerűbben tálalni ezt a dolgot, nevezetesen úgy, hogy ha valakinek fogalma sincs arról, hogy az egyik anyagféleség az rostos, meg mennyi nitrogén szén van benne, akkor nem fog semmiféle hibát elkövetni, ha azt a módszert követi, hogy két térfogat egységnyi ilyen nyers humuszképzőt, zöld anyagot összekever, vagy rétegez, össze is keverheti, vagy rétegezheti a talajra. Tehát először is az arány az két egységnyi zöld, még egyszer, és egy egységnyi rostos. Tehát ezt keverhetem egy egységnyi rostossal. Ha nem keverem, hanem rétegzem, ezt a rétegzést úgy nevezzük egyébként, hogy lazanya mulcs, mint a lazanya tészta, akkor is a helyes rétegrend mindig az, hogy először rostos humuszképzőt kell rakni a talaj felszínére. Tehát először szalmát rakok, utána rakom a nyers humuszképzőt, megint rostos, megint nyers, megint rostos, megint nyers, és a tetejét ezt lezárom egy rostos humuszképzővel. Ez egy pár centi, nézem mindig az arányt, tehát kétszer annyi nyers legyen ebben az esetben. Ezt addig folytatom, hogyha első évben kezdtem el takarni,
amíg el nem érem az 50-60 centit. Van itt egy másik anyag féleségem, ez már egy fonnyadtabb, száradt anyag, ez most pont optimális. Ezzel minden további nélkül, így ahogy van, még a szerkezete is nagyon jó, mert levelek vannak benne, fűszálak vannak benne, ezzel minden további nélkül tudok takarni. Ezt is folytatom addig, amíg ezt a 50-60 centi vastagságot el nem érem. Ez így egy kicsit ilyen soknak tűnik elsőre, de hogyha ezt ilyen villalazán helyezem el, ilyen felhabosítva, hogy úgy mondjam, akkor ez nem is olyan sok. Erre soha nem szoktunk már szalma réteget rakni, avarszintet, azért, mert a tetej úgyis ki fog száradni, és az lesz majd maga az avarszint. Itt van a friss istálóalom, amit ez a bizonyos 24 órás istálóalom. Ezzel sincs semmi teendő, szépen lazán szét lehet szórni. És hát ezt is építem a megkívánt magasságba. Általában az emberek elszörnyednek ezen az 50-60 centin. Az a jó hírem van, hogy nem kell minden évben 50-60 centit kirakni, mert ahogy telnek, múlnak az évek, egyre jobban csökkenthetjük ennek a takarónak a vastagságát. Körülbelül a következő évre, hogyha betartottuk ezt a technológiai fegyelmet, akkor egy ilyen 1-1,5 centi nyers humusz keletkezik ebből az anyagból május végére. Tehát októberben kezdhetek el leghamarabb takarni mélymulcsal, és május végére, amikor már kiültethetek bármit, addigra ebből egy ilyen 1-1,5 centi nyers humusz lesz. A következő évben már csökkentettem a takarónak a vastagságát akár ennyivel, és ez így megy tovább. Most én 17 év után ott járok, hogy körülbelül egy ilyen 15-20 centi vastagságú mulcsal szoktam már csak takarni. Tehát a jó hír az, hogy ez az anyag mennyiség ez folyamatosan csökken. Itt van a lógané, amit kihortunk az állatoktól. Ez megállapítottuk, hogy majdnem jó, de ebben még mindig sok a nitrogén. Tehát ezt így önmagába véve nem használhatom, hanem ugyanúgy kevernem kell, mint ahogy a nyers és a rostos humuszképzőt összekevertem a zöld javak és a szalma esetében. Tehát itt már van egy tavalyi megtakart felület. Itt semmi másra nincs szükségem, mint szétrakom ezt a anyagot. Itt kétféle módon járhatok el, ezt nem bonyolult megkavarni, hogy teljesen homogén módon össze legyen keverve. Amikor ezt kiraktam, akkor a villával egy kicsit összekavarom. Hát ezt is természetesen nedvesíteni kell. Tehát még egyszer, száraz felszínt soha nem szabad betakarni. És, azt nem mondtam az előbb, fagyocat sem. Ha a fagyot betakarjuk, akkor ez alatt a vastag múlcs alatt a fagy megmarad, és tavasszal meg fogja gátolni azt, hogy egyrészt magát a komposztálódás folyamatát is le fogja lassítani, másrészt meg fogja gátolni a talajnak a kellő időben történő felmelegedését. És természetesen ezt is egy nagyon vékonyka rostos humuszképzővel fogjuk betakarni, mert hogy felülre mindig rostos humuszképzőt teszünk. Ígyni. Hagytam még egy kis lóganét, ez pedig azért, hogy ha ilyen jó kis fűrész forgácsunk vagy gyaluforgácsunk van, akkor ezt megint csak egy ilyen körülbelül olyan egynegyed mennyiséget keverünk ehhez a lóganéhoz. És akkor ezt egy az egybe ki tudjuk önteni mulcsként. Hát amit nem fogok most még megmutatni, az, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de ő tudott szalmát szerezni, és be is takartja a kertjét szalmával. Ez azért nem jó, ahogy elmondtam, mert hogy itt túl sok a szén, tehát ebből nem lesz talaj. Viszont ha minden kötél szakad, akkor van egy fegyverünk
saját vizeletünk, ha valaki ettől nem idegenkedik. Ha egy locsoló vízbe egyszer elvégezzük a dolgunkat, és egy ilyen körülbelül egy négyzetméter felületen egy 20 centi szalmát kiterítünk, így, szintén villalazán, tehát tegyük fel, hogy ez most itt egy négyzetméter, akkor egy 10 literes locsoló vízzel és egy adag vizelettel, ha ezt belocsoljuk, akkor elegendő nitrogént juttattunk ehhez. És természetesen ennek lehet emelni a vastagságát. Hát, ha valaki ettől nem idegenkedik. Egyébként, aki állatot tart, ez a leggyakoribb. Ezt úgy hívják, hogy méhalom. Akinek nincs elég szalmája, meg nem szeretne olyan sokat dolgozni, az nem 24 óránként almozza ki az állatot, hanem ősszel, amikor behajtják a jószágot az istálóba, akkor elkezdik almozni, de azt az almot nem hordják ki. Így az állat folyamatosan tapossa, megint tesznek rá almot, és ilyenkor ez az alom tömörödötté, levegőtlenné válik. Nehéz, rendkívül nehéz, tömörödött, levegőtlen. És ezt az anyagot általában ősz után tavasszal viszik ki, tehát jól betömörödik, befilcesedik, és akkor ez volt régen a klasszikus trágya készítésnek az alapanyaga. Nevezetesen berakták egy úgynevezett trágya szarvasba, ezt a trágya szarvas jól betömörítették, kőlapokkal lefették, azért, hogy minél kevesebb ammónia távozzon belőle, minél több nitrogén benn maradjon. És aztán vitték ki trágyaként, érett trágyaként a földre, és beszántották. Manapság ezt a fázist sok helyen kihagyják, egyszerűen ezt az anyagot trágya szóróval szétszórják a földeken, és beszántják. Azért mutatom ezt az anyagot, mert nagyon sokan ilyet tudnak keríteni, és ezzel mulcsolnak. Alárakták a szalmát, rádöntötték ezt a nehéz anyagot, és évekig várhatnak, amíg ebből valami lesz. Tehát azt szeretném mondani, hogy ezzel a méhalommal tilos mulcsolni. Ezzel egy dolgot lehet csinálni, én ezt ide szépen fogom, most kiborítom, így, ahogy a többi kupac is itt van, mintha trágya szarvas csinálnék, de egyébként nem. És itt hagyom ezen a területen, és várok, amíg valamilyen érési folyamaton keresztül nem esik, és amíg nem lesz belőle ilyen szép laza talaj. Hát ehhez bizony 2-3 évre is akár szükség van. Jól tartja a nedvességet, jó termőképessége van, várni kell vele, tehát a lényeg az, hogy ezt az anyagot mulcsként nem használhatjuk. Olyan technikát szeretnék megmutatni, ami arra szolgál, hogyha valaki még soha nem mulcsozott, most szeretné elkezdeni, a gyomokat sem szeretné kitakarni, ráadásul elvétette az októberi mélymulcs építésnek az időszakát, és például tavasz van, vagy nyár van, és a környékünkön sok a szerves anyag, mert hogy például kihúzgáltuk a zöld javakat, amiket általában gyomoknak neveznek az emberek, vagy lekaszáltunk, vagy nem tudom én, konyhai tisztítási hulladékunk van, vagy éppen kialmoztunk az állat alól, hogy akkor a nyári, tavaszi, őszi időszakban, amikor nincs mulcsépítés időszak, mit tudunk ezzel tenni. A módszernek az eleje az mindenki számára ismert, aki kertészkedik, ezt bakhát készítésnek nevezzük. Hát így néz ki egy bakhát nagyjából, és hát aztán itt húzzuk a következőt, amit most nem fogok megmutatni, de ugyanúgy, ahogy az előzőt, itt már lehet látni, hogy néhány bakhát megépítésre került. Aki bakhátozik, az tudja, hogy ennek a bakhátos termesztésnek az a problémája, hogy a bakhát mindig leerodálódik. Ez esik az eső, ugye a gravitáció leviszi ezeket a részecskéket, és akkor a bakhátokat állandóan töltögetni kell. Plusz, hogyha száraz idő van, akkor a bakhát kiszárad. Tehát ezt a problémát úgy tudjuk áthidalni, hogyha ezeket a bakhátok között létrejött völgyeket ugyanúgy feltöltjük mulcsolásra,
alkalmas anyaggal, mint ahogy azt a mélymulcs készítésnél megmutattam. Birkák alól szedtünk ki mulcsot, tehát ezzel végül is alom, ami nincs betömörözve, ahogy láthatjuk. Ami nagyon fontos, hogy mindig ezt a kitöltő réteget, mulcs réteget, ezt mindig magasabbra építjük, mint a két bakhátnak a teteje. Ezt azért tesszük, mert ahogy az idő halad előre, ez a kitöltő mulcs anyag folyamatosan zsugorodni fog, és egy idő után lejjebb kerülne, mint a bakhátnak a teteje. Most, amikor ezzel végzünk, tehát a bakhátnak kialakítása az egész kertünkben megtörténik, közte ezt szépen megpakoltuk így, ahogy van, akkor a tetejébe, ezeknek a bakhátaknak a tetejébe ültetjük el azt, amit szeretnénk. Ebbe bármit tehetünk, amit hagyományosan ültetni szoktunk. Ennek a módszernek az az előnye, amellett, hogy meggátolja a bakhát leerodálódását és kiszáradását, amellett ez folyamatos szerves anyag pótlással látja el a két bakhátat. Azok a növények, akiket ide beültetünk, azoknak a gyökerei ebbe az irányba fognak egyébként nőni elsősorban, hogy innen nedvességet és tápanyagot tudjanak felvenni. Most ezt a módszert követve a következő évben a két bakhát között már lesz egy körülbelül 4-5 cm vastag humuszanyagunk, amikor ez megérik, és akkor a következő évben már ősztől tudunk rendesen takarni, és azt rákövető évben ezt az úgynevezett szerves ágyást fogjuk használni termesztőágyásnak. Tehát tulajdonképpen megnézzük, akkor ez egy olyan algoritmus, hogy itt van egy termesztőágyás, egy szerves ágyás, egy termesztőágyás, szerves ágyás, termesztőágyás, szerves ágyás, és így tovább. És a következő évben váltunk. Tehát ami a termesztőágyás volt, abból lesz majd pihenő, szerves ágyás, és ami szerves ágyás volt, arra a humuszra építjük fel a következő évben a kertünket. Amikor ezt az ültetést ide ebbe a bakhátba befejeztük, de ez már az ültetési módszerhez tartozik, akkor 3 centi nedves szalmával beszórjuk a tetejét, mert hogy azt a bizonyos avarszintet, ami az erdőben is van, azt visszaültetjük, és utána egészen a magoknak, vagy amit ültettünk, hagymák, mindegy, nek a kikeléséig ezt a szalma mulcsot nedvesen tartjuk. És akkor a végén ugye az egész kertünk úgy fog kinézni, mint ami egy szintbe került, mintha sík lenne, csak mi tudjuk, hogy hol vannak a termesztő ágyások és a szerves ágyások. Terveim szerint jövő tavasszal folytatjuk a filmkészítést, amikor is a kert tervezéséről, a különböző ültetési technikákról, a termesztés technológiákról és a növényvédelemről fogok beszélni.